Tehát egy Ilyen ilyen, mezben, persze most egy ilyen, erre ugyan ez elég extrém nekem. hát egy ilyen seggpelust felvennék, és akkor azzal úszkálnék Jó alakkal. napot kívánok, ez a Koibánia szíveszeri adása. Kiugrál, kiugrál. Ökse vált. Hello, szia, Szilveszter vagyok. Nagy szükségem volna rád. Tavirózsa ügyben. Trópusi tavirózsa kellene nekem. Most lesz a leánkérés, és össze kéne állítani egy virágcsokrot. Hát ilyenkor tehát a tavirózsa világot sehonnan nem fog szerezni. Hát meg azt mondták, hogy te vagy a legjobb benne ebbe a szakmába, és nálad biztos, hogy vannak Hát persze, csak virágzók. a trópusi tavirózsák is alszanak ilyenkor, Hát csak ők nem kint felkeltjük. Hát élen a tavakban, hanem gumó állapotban, zacskókban. most az, hogy zacskóban van, akkor az hamar, akkor az lehet, hogy pikpak ki kell, nem? Mert kivirágzik. De várjál, ebből virág nem lesz most. Akkor Tehát maga a gumója van, mint egy krumpli. Az krumpli? pihen A ilyenkor. bimbód nincsen? Ilyenkor nincsen a tavirózsáknak virága, hát az nagyon kevés a fény. Tehát meg lehet oldani 14 óra megvilágítással naponta, Hát akkor és meleg beleférünk a helyen. szilveszterbe, akkor pont kiszámolom, akkor az pont kifér, és akkor belefér, akkor az úgy jó. Mikorra akarsz te ebből a virágot? Szilveszterre kell nekem. Dehogy is. Hát az mire ebből növény lenne, ha most el is indítanék egy trópusit, az is nem is tudom hány hét. Ha Akkor csak ilyen lenne belőle. gumócsokor lenne? Nem, hát ebből semmi nem lesz. Semmi nem lesz. Most akkor menjek akkor a Rába utcába, Fejvára. Szia! Szia Márton, Dombi Ildi vagyok, ez a Koimánia szilveszteri adása. Nagyon örülünk, hogy részt vettél benne. Hello! Szia, nem tudtunk kihagyni. Ez a gumócsokor is, ez kihagyhatatlan volt. Köszönjük szépen, hogy részt vettél a jó szórakozásunkba. Köszönjük szépen, További jó boldog új szórakozást évet! kívánok! Köszönjük! Köszi, Szia! köszi még egyszer! Szia, szia! Hova írtam? Ja, itt Nóla. Ezt Vállal hozza egy magával. próbasütést. Persze, és Jó. akkor hozzam promóciós anyagot Jó. is. Hello. Hello, Camping Motyó! Igen. Szilveszter vagyok, hello, szia! Gázgrillt szeretnék vásárolni. Igen. Szilveszterre. Igen. Egy olyan gázgrill kellene nekem, hogy bele tudjam önteni a faszenet, mert hogy érezzük a pernye ízét is a kolbászokon. Jó, olyat nem tudok, amiből faszánát lehet tölteni. Hát csak van neki valami olaja, és akkor bele tudom önteni a faszenet, nem? Nem. Vagy gázgrill, vagy faszenes grill. Olyan nincsen, hogy beleöntjük a faszenet a És esetleg kombi kazánod nincsen? gázgrillbe. Nincs. Nincsen. Bemutató sütést tudnál vállalni, és akkor hozol promóciós Nem. anyagot? Nem tudsz hozni. Nem, hát nem csinál bemutató sütést. Akkor nekem kell elmenni, és akkor vennem kell nálad egy gázgét, amiben tudok önteni faszenet. De olyan nincsen. Hát... De most valami vicc műsor vagy Igen, felveszünk. igen. Szia, ez a Koimánia szilveszteri adása. Nagyon szépen köszönjük, hogy részt Jó, vettél sziasztok! Jó is volt már a második kérdésnél. Vártuk, hogy hol akad meg a hangod. Tibi voltam, Mihályka Tibi. Szia, Tibi. Szia, hello. Másik számod meg csak pittyeget, érted? Hát az már ki van kapcsolva a Na, pult úgyhogy ilyenkor, nem? Ezért trükköz folyamodtunk, így van, hogy kellett a kiborítsunk egy vétel. kicsit. Ha valaki nagyon akar, főleg ha Mihály Vicces? Tibinek hívják, akkor egy grillsütőt szilveszterre segítek benne Igen, de szívesen. úgy, hogy tudja De mikor beleönteni faszenet. marhaságokat akar, akkor abban nem. Sok ilyen jó Gondolja. telefont és ilyen vevőket jövőre. Köszönöm szépen, hogy gondoltatok rám, aranyosak Jó, vagytok. Boldog új évet kívánunk, puszi! Nektek Hello, is, szia, szia, sziasztok! boldog új Hello, évet! hello! Hello, hello! Jó, én nem bánom. Meg ilyen ablakos cége van. Ó, mi csonakázunk. Csónakázzál. Csonakázunk. Ja. Tessék! Hello, Zsolti, szia, te vagy az? Igen. Szia, szia, figyelj, Szilveszter vagyok, hello, szia. Félkész csónakod, nincs véletlenül? Nincs. Esetleg egy kész? Hát, van egy, de eladtam. Eladtad. Nekem figyelj, nem tudod visszavásárolni, én ráfizetek még annyit. Nem nagyon vacsaj. Pedig annyira jó lett volna, hogyha ketten beültünk volna a csónakba. Na, Van akkor. kutyát nem hozod, akkor majd én is akkor te el tudok lenni ott a lábad között. Naplementével el tudnánk csónakázni.
Valamivel keverjük a dolgot, úgy látom. Nem. Szia, drágám, ez a Koimánia szilveszteri adása. És nagyon örülünk, hogy részt veszel benne. Nem, nem menne egy csónakázás a naplementébe a Mihály Katibivel? Hát annyira nem. Francba. Hagyományos gyerek vagyok, hát kötöd az ebet a karóhoz, mi? Boldog új évet kívánunk, benne leszek a Koimánia szilveszteri adásában. Puszi. Köszönjük szépen. Boldog új évet, legjobbakat. Nektek is. Hello, hello. Hello, hello. Már nehezebb ám, hallod? És ne erőlök a saját hülyeségemben. Fú, hallod, Mrs. Ez a tűz a babám, segíts! Yeah. Mrs. Tűz voltál. Hangos ez ki. Tessék. Hello, szia Lajos, Szilveszter vagyok. Hello, szia. Szalancsolj. Szia, figyelj, hogyha látok esetleg valami tábortűzt, akkor kinek kell szólnom? 112-nek. Hát figyelj, hogyha egyszer tűz van babám, akkor rá tudod számítani, nem? Hát hol látsz tüzet? Hát mindenhol, körülöttem, mindenhol tűz van. Itt is valami bogrács, meg ott is valami cucli. Bogrács az ne lehet. Nem tiltja semmi a bográcsozás. Úgyhogy esetleg elföld dolog, akkor tudsz jönni? Miért fajulnak? Hát bármi közben jöhet, hát tudod, hogy van ez. Elterjed a tűz. Figyelj, és amúgy életben tudod már tartani a koi pontyokat? Csak aranyhalalban. Csak aranyhalalban. Miért már nem tudod őket életben tartani? Nem nagyon működnek nálam. Kezdő vagy, Lajosom. Itt a Koi Mánia szilveszteri adása. Köszönjük szépen, hogy részt vett benne. Viszont hallásra. Na, szép volt. Ki volt ez a csibész? Hát. Na, találgass! A Mihály Katibivel szervezkedtünk. Yeah. Le vagy lassul egy kicsit. Igen, el vagyok fáradva. Sok volt ez a négy nap. Sok volt a beigli, mi? Nem csak a beigli, az a meg az a sok tűz a környéken, állam menni kell toltani. Boldog új évet, puszi! Boldog új évet! Sziasztok! Elváló, szia! Szélművek. Szélművek. Lebukunk. Igen, tessék. Hello, szia Péter, Szilveszter vagyok. Hello, szia. Figyelj, kell nekem egy tó. 50 méter, 50 méteres tó meder, ami már készen van. Nincs véletlenül? Nincs. Nekem nincs. Most kéne Szilveszterre. Ajaj. Körbenézel? Jó van. Nem, figyelj, az se van, hogyha 2 méter mély, legfeljebb többet kell majd ásnatok. Sziklásra cúsz, de hát nektek ez nem probléma, mert profik vagytok ebben a téren. Körbe kérdezek, hogy mi a helyzet, és akkor... Persze, okvetlen. Követme nem kell rendelni, mert amit kiszedtek, az már ott lesz. Jól van, oké. Okay. Figyelj, de nekem ez most kell akkor Szilveszterre, jó? Hát, ha sikerül. Mit szersz? Hát azt mondták, hogy te vagy a legjobb a szakmában. De az nem biztos. Az egész Rába utca az zengi. Komolyan mondom. Viccelsz? Szia Péter, ez a Koi Mánia szilveszteri adása. Köszönjük, hogy részt vettél benne. Szóval szivattok. Nem, mi nem vagyunk olyanok. Úgy szoktam, hogy rájuk hagyom ilyenkor, azt majd lesz valami. Ne hagyd rám. Akkor ebben csak nincs gyakorlatod esetleg. Az Észem. Ilyen tárgyalásban. Ja, hát ilyenekben nem szoktam belemenni. Kéztómederre nem foglalkozok. Jó bulás kívánunk és boldog új köszönöm. Évet. Szia Péter. Boldog új évet. Hello. Nem látszik itt a szemet? Nem. Jó, szia. Akkor jó. Megadjuk kezdő hangot. Egy videóban láttad a telküket. Tessék, Kövesdi Áron. Szia, Szilveszter vagyok. Hello, szia. Figyelj, láttam a videót, és nagyon tetszik a tavad meg a kilátás. De inkább a kilátás, úgyhogy én megvenném a kilátást. De nem kilátástalan, ugye? Tessék, nem igazán értem. Hát, hogy nekem kell a kilátásod. Igen. De nem kell a tavad, azt videón légy szíves, és megveszem a kilátásodat. Aha. Úgyhogy szerintem nem kilátástalan a dolog.
Meg tudjuk venni a kilátást? Nem. Nem, pedig hát nekem nagyon kell a kilátás. Értem. Meddig bírod még ez a Koimánia szilveszteri adása? Hogy is mondjam... Na, keresd a szavakat, drágám! Hát elakadtak a szavaim. Nem olyan kilátástalan, hidd el nekem. Nyugodtan mondj egy kemény összeget. De az az igazság, hogy nagy, magas összeget kell mondani, mert ugye az azt jelenti, hogy akkor a kilátást viszitek, akkor nekem máshova kell költözni. Maradni maradhatsz nekem csak a kilátást. Ugye, hogy felnyomja az árakat, meg infláció, meg minden is az egész a Koimániánál kötnek ki. Nagyon szépen köszönjük, boldog új évet, és részt vettél a szilveszteri adásunkban. További jó szórakozást kívánunk. Boldog új évet! Nektek is! Legjobbakat! Hello, szia, szia! Hello! Mr. Boldék már... Boldog új évet! Mr. Boldék már buliban vannak. Ők már bulikáznak. Márkus Peti. Jó, jó, fotóztatnunk kell. Láttad, hogy fotóz halakat is, és hogy víz alatt szeretnél úszni a halaiddal, és hogy azt felfotóznál, és nem baj, nem-e baj, ha mesztelen is vagy hozzá. Fú, visszahívnak, ki ez? Az arany, arany. Vedd fel, vedd fel gyorsan. Hello, hello, szia, Szilveszter vagyok, hello. Szia. Figyelj, láttam a munkáidat, és szeretnék egy csarnokot veletek építetni. Igen. Egy szép aranyos csarnokot szeretnék lehetőleg kicsit boltíves szerkezettel, kupoláson. Aha. Belső kupoláson, ólomüvegekkel, ilyenekkel. Ólomüvegekkel. Aha. Padlófűtéssel persze, mert imádkozni szeretnék benne. Értem, jó, semmi akadálya, tessék nyugodtan. És belső festés minden? Semmi, nem, semmi. Ilyen freskók, ilyen halas freskók? Az sem egy. Az sem megy, a halas freskók nem mennek? Nem mennek. Akkor ilyen aranyeső, belső aranyeső? Az megy, hogy nagyon sokat izélok, sírok, még a többit hozzáteszem, akkor az is megy. Szia, Mr. Gold, ez a Koimánia szilveszteri adása. Köszönjük, hogy részt vettél benne. Köszönöm szépen. Tibi voltam, a Mihályka Tibi. Tudom. Tudtam, hogy rám fogsz ismerni. Tudom. Akkor nem tudtunk csőbe húzni igazán. Boldog új évet nektek! Viszont nektek is! Szia! Legjobbakat! Hello! Szia, szia! Szia, szia, szia! Arra szíve neki. Nincs izolati fotója. Láttad állatfotóit? Állatfotóit. Állatfotóit, állatfotóit, igen. Állana. De te szeretnél úszni a víz alatt a halaiddal, a jég alatt, most. És hogy ezt vállalja-e? Jó, menjünk neki. Szerintem ő is már rájött, már. Szerintem már tud, már mindenki tudja, ez már bukta. Szabadságunk vagyok, kérem hívja a nulla. Ez ki? Nem tudom. A végű. Márkus Peti, írd neki, hogy életbevágóan nagyon fontos, kérem, vegye fel. Közben a Márkus Peti hívott, az. Aha. Visszahívás. Igen. Márkus Péter? Én. Tiszteletem, Szilveszter vagyok, segédje, mondta, hogy mindenféleképpen okvetlenül önt hívjam az állatfotózással kapcsolatban. Vállal ilyeneket? Állatfotózás? Igen, igen, igen. Vannak halaim is, láttam, hogy szép halas fotókat csinált. Szeretném, hogyha a halakkal együtt úszkálva fotózna engem szépen. Milyen halak ezek? Ezek ilyen színes pontyok. Igen, 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 és nem tudom, hogy ilyen tarzan jelmezben, hogyha úszkálok velük, az nem gond? Tehát, jelmezben? Persze, most egy ilyen, ugyan ez eléggé extrém nekem. Hát egy ilyen seggpelust felvennék, és akkor azzal úszkálni halakkal. Jó napot kívánok, ez a Koimánia szilveszteri adásom. Jó. Öt se vált. Halló. Jó napot kívánok, ez a Koimánia szilveszteri hatása. Itt külön. Meg már úgy voltam bele, hogy elküldöm, de én már azért úgy van, hogy a figyelj, én azt hittem, hogy neked nem tud elakadni a szabad, de sokáig csönd volt. Hát igen, egy pillanatra. Mert úgy elképzeltem a szituációt. Nincs elég fantáziád. Én azt hittem, hogy neked sokkal több fantáziád van ebben.
Photoshopba biztosan, igen. Drágám, boldog új évet kívánok, és köszönjük, hogy részt vettél a Kulimánia szilveszteri adásában. Csóközön. Puszi! Hello, szia! Még mindig jó. A Sárkány Tamás kéne a plécsárdás sárkányka. Pipifalatkákat szeretnél. Gyerekmenüt. Gyerekmenüt. De úgy szeretnék a gyerekek, hogy ott beöltözik-e Miki Egérnek. A Krútó kutyának. Tessék. Tiszteletem, üdvözlöm, Sárkány úr? Én vagy, Pancsa. Tiszteletem, Szilveszter vagyok, és önt ajánlották, mert eszméletlenül jó a konyhája. És hát egy babazsúrt rendeznék önnél, a kis helyiségben, meg ott előtte a placon. Igen. És babafalatkákat kéne csinálni. Micsodákat? Hát ilyen babafalatkákat, ilyen kis pipiropogós jellegű kis fotpiszkálóra feltűzött, nem kell olyan sok, 800 darabról lenne szó. Aha, értem. És ezt mikorra szeretné? Hát a szilveszterkor lenne. Értem, mert január 10-12-ig zárva vagyunk. Szandival beszéltem, ő el tudja vállalni, el tud jönni, meg a Halász Jutka is ráér pont, hál' Istennek, és akkor össze tudnánk hozni. Értem. És a jelmezben is fel tudnak ők lépni, és arra gondoltunk, hogy akkor ön teljesenleg egy Miki Egér, vagy Plutó kutya, vagy valami ilyesmibe. Persze, semmi akadály nincsen. Jó napot kívánok! Ez a Kui Mária szilveszteri adása. Csattalom. Hello, szia. Boldog új élet. Én azt hittem, te egy nagyobb vállalkozó vagy, aki belemegy mindenbe. Én minden hülyeségben benne vagyok. Hallott. Most már mi hülyeségükben is be vagy, úgyhogy beleszel a Kui Mária szilveszteri adásába, de csak pipi jelmezbe, jó drágám? Jó, rendben van, egyértelmű. Jó, boldog új évet. Szia, szia. Hello, hello, szia. Sziasztok, boldog új évet, sziasztok. Hello. Boldog új évet kívánom mindenkinek! Nagyon köszönjük, akik benn voltak ebben a játékban, hogy megviccelhettük őket. Mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet kívánom! Bujék! Boldog új évet! Sziasztok! Hello. Egészség mindenkinek! Letetted. Igen, de nem tudtuk kihangosítani. Várjál. Ki kell hívnom most? Az Imre Peti. Várj a legutóbbi. Ez az. Oké. Okay. Ja, gimnéles, mondd el. Ja, mindegy, hagyjad. Ja, de mindegy, nem kell. A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. Hát érezte. Na, szedjük össze magad, kit lehet fejni. Várj, meg kell nézni a telefon. Nem is volt olyan szám. Akkor mi az volt a nyolcadik? Ja? Hát még azt mondtad, hogy a Márkus oké, fogaskarcsi. Hogy van neki ilyen, igen, de van neki saját terme is. Igen? És hogy szilveszterre valami... Ki szeretné nyomni 150 kilót? Igen. Igen, mert fogadásból, ja. Igen. De nem bírod el a teszkosztatyot, ez problémát jelent. De csak a gondoságos. 97-11. Belej. Nem bírom el, hogy ezt hogy közben fel tudja erősíteni szíveszt. Szíveszt? Na akkor bukom a hátamat. A kocsit meg a lovat is. Ettől féltem, a saját hülyeséget. Ez a nagy láng, Jim. Jim. Hogy hívják? Jim. Jimmy. A nagy láng Jimmy-be szeretnéd ezt a szerzést. 97-11. Jó Istenem. Őt ajánlták az Erőemelő Szövetségnél. Elvesztettük. Sajnos nem leszek kettő jobban kigyúrt. Érjétek be ennyivel. Jaj. Jaj, átküldte a azt mondta, hogy átküldi a Katona Attila számát. Jó. A piroska. Plusz 40. 747. 700. Az, igen.
De lovasszánon szeretnéd, de azt szeretnéd, hogy összaladjon elől a lovakkal. Plusz 40. Ez román szám. Külföldi hívást fog intézni? Igen, de olyan intézetni előtt. Leti, várjál, kit hogy tudjuk, hogy ne lássa a számot, csak azt lehet, hogy nem veszi fel. Ne legyen számkijelzésem. Jaj, hova? Sajta, hogy kiakasztottam. Én ezt nem tudom. Beállítások? Nekem olyan van. Beállítások, igen. Ott van kereső. Itt. Tetején nincs. Akkor. Várjál. Hívószám kijelzés, várjál. Oké, letiltottam. Jó. Na most jön plusz 40, várjál. Ezt a kihangosítás, hogy van? Vagy nyomjál rá. Nyomok. Bogy. Hogy van, hogy hangszól? Momentán klientul apelát, nu poate fi contactat. Te rugăm să încerci din nou mai târziu. Mindenki tudja. The customer has called is not... Jobb voltatok. Jövőre ugyanakkor. Ja. Április 1-én ugyanígy. Ugyanígy. Készüljetek. Na, szedjük össze magunkat. Mária, mert ezt beszélünk iszunk utána. Is. Mindegy, vagyunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, velünk tartottak egész évben, figyeltétek a koimániákat. Azt akarjuk megköszönni, akik itt, ja, most akik szívtak. Itt szívtak? Pont. Köszönjük. Már ennyi. Ha tetszett a videón, kiratkozz a YouTube csatornámra, lájkold Facebook oldalunkat, és kövesd a koimániákat.